Köszöntöm nézőinket! Önök a hétköznapokon jelentkező Budakalász Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként következzenek kiemelt híreink röviden. 15 év. A héten ünnepli születésnapját a Pest megyei kutatómentőszolgálat. Költségvetési tervezet. Március 1-jéig küldhetik meg észrevételeiket a budakalásziak. Patakpart általános iskola közlekedése. Konzultációra hívják a lakosságot. Várja a lakosok észrevételeit a költségvetés tervezettel kapcsolatban a városvezetés. Az idei városi költségvetés tervezetét február 23-a délelőttig véleményezhették a képviselőtestület tagjai. Az egyetlen módosító indítványt Fórián Szabó Gergely alpolgármester, a 6. számú választókörzet önkormányzati képviselője tette. Javaslata arról szólt, hogy a lemfonó és szövőgyár területének frissen megismert talaj- és talajvízszennyezésének további feltárására 5,1 millió forint értékben biztosítsanak forrást idén. Dr. Göbő Rihárd polgármester a javaslatot befogadta. A költségvetés elfogadásáról szóló polgármesteri döntés eredetileg február 24-én lett volna, de a lakosok véleményének befogadása érdekében a város vezetője március 1-je után dönt majd. A 2021-es évi költségvetés tervezethez várja tehát a polgármester a budakalászi civil szervezetek és lakosok további javaslatait, melyeket március 1-én reggel 8 óráig lehet elküldeni a polgármester@budakalász.hu e-mail címre. Ezen a héten ünnepli 15. születésnapját a Pest megyei kutatómentőszolgálat. Az elmúlt évek alatt rengeteget fejlődött az önkéntes szervezet, és több száz ember mentésében segítették a hatóságokat. Balázs László hivatásos tűzoltóként szolgálta az országot, majd közös megegyezéssel eljött a szervezettől, és néhány barátjával 2006-ban közösen létrehozták a Pest megyei kutatómentőszolgálatot. Számos változás történt az elmúlt időszakban, de a kutatómentők mindig készenlétben álltak, hogy segítsék a térség lakóit. Az elmúlt 15 év az viszonylag viharos volt a Pest megyei kutatómentőszolgálat életében. Értem ez alatt azt, hogy nagyon sok helyszínen, nagyon sok szituációban megfordultunk, segítettünk, ezzel együtt átéltünk mi is tragédiákat, illetve nagyon sok olyan helyszínen dolgozhattunk, ahol emberi életeket tudtunk menteni, úgyhogy összegezve azt tudom mondani, hogy nagyon eredményes 15 éven vagyunk túl. Hogyha egy picit a mélyére ásunk ennek a 15 évnek, akkor az is nyilvánvaló, hogy egy nagyon egyszerű pici szervezetként indultunk, és napjainkban pedig Magyarország egyik legelismertebb, legismertebb kutatásmentéssel foglalkozó önkéntes mentőszervezete vagyunk, aki közel 30 főt foglalkoztat, a foglalkoztatott pedig önkéntesség alatt értem. Tehát én azt gondolom, hogy ha 15 évvel ezelőtt le kellett volna írnunk azt, hogy mire vágyunk, akkor kb. Ez lett volna, mint amivé váltunk. Úgyhogy én büszkén tudom mondani, hogy volt értelme ennek a sok évnek, és a sok minden küzdelemnek, harcnak, erdőben töltött éjszakának, vagy akár egy-egy világvégi külföldi útnak. Több kiemelt esemény is volt az elmúlt 15 év alatt, ami az egész országot megrázta, és a kutatómentők akkor is rendelkezésre álltak. Működésünk ideje alatt értelemszerűen voltak olyan események, amikre örökre emlékezni fogunk. Az egyik talán, ami sosem gondoltuk, hogy Magyarországon megtörténhet, a vörösiszap katasztrófa, hogy ott az első óráktól kezdve gyakorlatilag az első éjszakán részt vettünk az eltűnt személyeknek a felkutatásában, és hosszú heteken keresztül dolgoztunk a térségben. Nagyon sok földrengésnél külföldi helyszínen dolgoztunk, Indonéziában, Fülöp-szigeteken, Haitin, Pakisztánban, tehát viszonylag sok helyen jártunk a világban, és hogyha egy picit csak a közelmúltra tekintek vissza, akkor a Hablány katasztrófánál és az első óráktól kezdődően részt vettünk a mentési-keresési munkálatokban, és ott voltunk a helyszínen a kiemelés pillanatáig, úgyhogy talán ezek azok a nagyobb események, amikre biztos, hogy emlékezni fogunk. A Pest megyei kutatómentőszolgálat fennállása alatt jelentősen bővült az eszközpark. Szerteágazó tevékenységünk, és ez szerteágazó eszközparkot is igényel. Ugye dolgozunk a földön különböző olyan terepjáró eszközökkel, amik talán nem is
egy átlagosnak mondható eszközpark, itt ugye gondolok olyan kvadokra, olyan különleges átépített terepjáró járművekre, amikkel meg tudjuk közelíteni a bajba jutott túrázókat például a Pirisben. Rendelkezünk terepjáróval, csapatszállító járművel, ha szárazföldön maradunk még mindig, akkor van egy olyan speciális lánctalpas emelőkosaras járművünk, amivel adott esetben egy olyan balesetnél is be tudunk avatkozni, ahol valaki a magasban ragad, de átlagos tűzoltó mentőjárművel nem lehet megközelíteni, magasban mentő járművel nem lehet megközelíteni. Ha egy picit elfordulunk a víz felé, akkor különböző mentőhajókkal, ugye többen láthatják Szentenén a Duna korzónál állomásozó piros mentőhajónkat, ami most egy átépítésnek köszönhetően egy picit megújul és szebbé, nagyobbá válik, illetve a levegőben is dolgozunk, különböző drónokkal segítjük az eltűnt személyek felkutatását, illetve hát ugye az időzős eszközparkunk legcsodálatosabb része azok a mentőkutyák. Jelen pillanatban 18 mentőkutyával dolgozunk. Mentőkutyáink segítettek az indulásban, és azóta sajnos a kutyállományunk azért cserélődött, mert nem élnek ők ilyen sokáig, de azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban olyan mentőkutyák segítenek nekünk a személykeresésbe, akik nemzetközileg is elismertek. Fajták tekintetében itt a német juhásztól a labradoron keresztül a border collie, a juhászok és a keverékkutyusok is megfordulnak nálunk, úgyhogy nagyon színes egyéniségek ezek a kollégák, illetve hát folyamatosan érkezik az utánpótlás, és most is van olyan kiskutyánk, aki még csak bontogatja a szárnyait, és az elkövetkező időszakban is várható egy új kis mentőkutya, a jövevény, aki 3 hónaposként fog belecsöppenni ebbe a komoly munkába. Hétfőn egy elütött kiskutya mentésére indult a kutatómentőszolgálat. A Fóti Aqua önkéntes tűzoltó egyesület kérte a szervezet segítségét egy rémült és sérült kutya mentéséhez. Az állatot egy autó ütötte el, és ilyettében egy körülbelül 40 cm átmérőjű vízelvezető csőbe menekült be. A helyszínen különböző teleszkópos botok segítségével sikerült a csőből kiemelni, és a helyszínen tartózkodó állatszerető és állatmentő embereknek átadni a megijedt kutyát, akik állatorvoshoz szállították. Az egyesület elnökét, Balázs Lászlót a jövőbeli tervekről is kérdeztük. Terveink mindig vannak, hiszen ez viszi előre talán ezeket a szervezeteket. Vannak olyan eszközeink, amik cserére szorulnak, ez azt jelenti, hogy van olyan autó, amit valamilyen úton, módon, cégek bevonásával muszáj lesz az idejében lecserélnünk, úgyhogy ez egy nagyon nagy álom és terv, illetve a terv az, hogy egy normális és átlagos évet utassunk majd magunk mögött 2021-ben is, ezt talán a legnehezebb megvalósítani. Ezt tudni kell, hogy mi önkéntes szervezet vagyunk, adományokból tartjuk fent az alapítványnak a működését, egy közhasznú alapítványként működünk, és ennek a működésnek nagyon nagy részét az egyéni személyi, tehát magánemberektől érkező adományok teszik ki. Ez azt jelenti, hogy egy olyan közösséget próbálunk magunk köré gyűjteni, akik havi szinten 1-2 ezer forinttal tudják támogatni a munkánkat, ami talán mindenki számára elviselhető teher vagy elviselhető támogatási összeg, illetve most belefordultunk az 1%-os adó 1%-os időszakba, és arra próbáljuk biztatni az embereket, hogy gondolják át, hogy milyen olyan szervezet van a környezetükben, akiknek szívesen adnák ezt az adó 1%-ot. Fontos az, hogy mindenki rendelkezzen róla, mert tavaly évben közel 20 milliárd forintról nem történt meg ez a rendelkezés, és hogyha szimpatikusnak tartják a munkánkat, vagy azt, amit mi letettünk az asztalra, akkor mi is nagyon szívesen fogadjuk ezeket az 1%-okat. Akinek lehetősége van, az támogassa a Pest megyei kutatómentőszolgálat munkáját. A rendszeres segítség a legnagyobb segítség, hiszen ezzel tudnak hónapról hónapra számolni az egyesület önkéntesei. Lakossági konzultációra hívja a budakalásziakat az önkormányzat a Patakpart általános iskola közlekedésével kapcsolatban. Az új intézmény építése jelenleg az ütemterv szerint halad, az épület készültségi szintje 90% körül jár, így rövidesen megkezdődhet a műszaki átadás átvételi folyamat, szeptemberben pedig a felmenő rendszerben, azaz nem azonnal 16 osztállyal, megkezdődhet az oktatás a Patakpart általános iskolában. A megközelíthetőség javítása, az úthálózat fejlesztése nélkülözhetetlen, ehhez azonban nagyon sok pénzre van szükség. Az új iskola helyszínének kiválasztását a kezdetektől élénk vita kísérte, a környező úthálózat ugyanis alkalmatlan a várható forgalom növekedés kiszolgálására. A Kőbányai út és a Klisovác utca, valamint csatlakozó utcák jelenlegi kialakítása, minősége, hálózati elhelyezkedése nem alkalmas nagyobb forgalom akadálytalan elvezetésére. A szükséges fejlesztések a város pénzügyi lehetőségeit túllépik.
A tervezői becslés szerint a kivitelezési költségek meghaladják az 1,2 milliárd forintot. Az engedélyköteles létesítmények elkészült tervei külön eljárásban, de egy időben kerülnek benyújtásra az illetékes hatósághoz. A pontos részletekről önálló tájékoztató kiadvány készül, és Budakalászváros honlapján is elérhető lesz minden információ az éppen aktuális helyzetről. A járványhelyzet miatt nem tarthat lakossági fórumot a városvezetés, de szeretné megismerni és figyelembe venni a lakossági javaslatokat, amiket a Beszéljük meg kukac budakalász.hu címre várnak. A prevenció és az egészséges életmódra való nevelés volt a célja a Szentendre és Vidéke Praxis közösségnek. A már lezárult 2 éves VECOP pályázati program részeként Lengyel Kriszta 6 alkalommal tartott Nordic Walking edzést a mozogni vágyóknak a térségben. A Nordic Walking vagy Ski Walking magyarul skandináv gyaloglás, síjárás vagy botsport. Ennek lényege, hogy egy pár speciális bot és különleges gyalogló technika segítségével hatékonyan ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő és a mozgáskoordináció. Ezzel az egyre népszerűbb sportággal ismertette meg a budakalászi pácienseket Lengyel Krisztina edző. Több száz főt sikerült megszólítanunk, és meg is mozgattam őket a 6 alkalmas Nordic Walking csoportokkal, emellett még működtek a Relax Yoga csoportok is. Budakalászon, Szigetmonostoron és hát legfőképpen Szentendrén. 8 orvos dolgozott a projekt megvalósításában, és az ő pacientúrájukból kerültek hozzám a résztvevők elég széles skálán, korban, testsúlyban és akár egészségi állapotban. Valóságban láthattam, amit így olvas az ember újságokban, hogy milyen nagy százalékban van érrendszeri betegség, magas vérnyomás, ilyen-olyan kis szívritmus zavarok, cukor, de minimum inzulinrezisztencia eltolódás, illetve hát a klasszikus túlsúly. Úgyhogy ezekkel külön hangsúlyt kellett erre fektetnem, és kimondott kihívás volt, hogy az első alkalommal mondjuk 2 km/órával tudtunk csak gyalogolni, és akkor a 4.-5. órán már 4 km/órával. Ez a sportág egyesíti a gyaloglás vagy futás és a sífutás előnyeit. Fontos különbség a sétához képest a botok használata, amelyek révén hosszabbakat lépünk úgy, hogy a kezek és a lábak természetes, a járáshoz elengedhetetlen ellentétes mozgása megmarad. A mozgásforma fejleszti az álló képességet és a keringést, csökkenti a vérnyomást, valamint zsírégetéshez is kiváló. Ez a sportág mind a 4 végtagot használja, tehát a 2 kezünknek a testsúlya ráterhelődik a botra, és így eloszlik a testsúly, bekapcsol a felső test, és a karokkal egyfajta tolóerő valósul meg. Ezáltal sokkal nagyobb energiafelhasználású lesz ez a mozgás. Azáltal, hogy a botokra kerül testsúly, az alsó végtagi ízületek tehermentesülnek. Tehát akár egy térdfájással, egy csípő műtét utáni állapotban is lehet rehabilitálni, fejlődni, gyorsítani a gyógyulást. Kisebb derékfájások is elmúlnak, mert a ráterheléskor kisimul, kioldódik a deréktáji keresztcsonti terület. Pulzus az intenzitás, ami ezt eldönti, hogy zsírégetésre használjuk, és egy alacsonyabb pulzus számon és egyenletes pulzus számon mozgunk. Nekem is így megegyeztünk a csoportba, hogy az egyik edzés az inkább zsírégető, és kevesebb szintet megyünk, vagy pedig úgynevezett jojóztatjuk a pulzust, és fölszaladunk a dombon, utána egyenletes 5 perc, és akkor így az érfalakat edzük az állóképességet. 3 hónapra mondanám azt, amikor jelentős változást hoz ez a mozgás, 2 hónapnál már indul, teljes testtudat, átalakulás, feszesedés, átcsoportosulnak az izmok, a tónus, és hát a közérzet, ami mindennél többet ér. A szakember kiemelte, hogy a rendszeres testmozgás fontos testi és lelkiépségünk fenntartásához. Az edzések során a résztvevők kiszabadulhatnak a 4 fal közül, számos útvonalat fedezhetnek fel a környéken. Nem túlzottan nagy divat még a prevenció, és ez a fajta egészséges életmód, de jelen helyzet ez egy felkiáltó jel, tehát most már elkezdődött ez, hogy az életmód részévé tenni a mozgást, és az egészséget, ugye, ami boltban azért nem kapható,
És a másik kupac, hogy konkrét céllal jönnek, konkrét céllal akarnak sportolni, fejleszteni állóképességet, fogyni, vagy esetleg maratóra készülni, vagy rehabilitációra. De én azt tartom a legnagyobb értéknek, ami az életmódod. Ez bármilyen helyzetben téged megtart, segít. Én most 5 helyszínen dolgozom, 36 körútvonallal, hogy ne legyen unalmas. A Lajos Forrás, Dömörkapu, Anna Völgy, Staravoda és a Szent Lászlói hegytetőről. Nagyon sokan kiaválnak örömükbe az edzésen, hogy végre megismerhettem a lakóhelyem, mert nem szakítottak erre eddig időt, és olyan helyekre eljutunk itt a környéken. De utána mindenki maga választja ki a kedvencet, vagy tovább fejlődik a családdal. A tréner az alaptechnikát saját eszközparkjával akár 2 óra alatt meg tudja tanítani a mozogni vágyóknak. Heti 3 alkalommal tart edzéseket, és egyénileg kíséri a hozzáfordulókat, akiket instrukciókkal lát el, edzéstervet alakít ki velük közösen, és útvonalakat javasol nekik. Dr. Göböl Rihárd polgármester a hét elején levélben kérte Leidinger Istvánt, Pomász polgármesterét, hogy az északi fél elkerülő út engedélyezési eljárása során olyan kéréseket és feltételeket fogalmazzanak meg, melyek nem gördítenek akadályt a mindkét város számára előnyökkel járó fejlesztés elé. A két város vezetői a közelmúltban személyesen is egyeztettek a beruházásról. A pomázi városvezetés képviseletében Leidinger István a tulajdonosi hozzájárulás feltételeként számos, főként az átmenő forgalom korlátozását és a gyalogosok biztonságát célzó kérést fogalmazott meg a beruházó felé. Budakalász támogatja Pomász törekvéseit, hogy csökkentsék a város belső útjainak terheltségét. A feltételek között az elkerülő útról egy új lehajtó kiépítése is szerepelt a pomázi ipartelep felé, amit Budakalász vezetése nem támogat. Az ipartelep északi oldaláról ugyanis a NIV ZRT már betervezett egy új körforgalmi csomópontot, ami biztosítja a terület megközelíthetőségét és lehetőséget teremt a későbbi bővítésre is. Az elkerülő úton a Hév felüljárótól a Duna felé eső lejtős szakasz alján egy újabb csomópont közlekedés biztonsági szempontból is előnytelen. Emellett az út újra tervezésével járna, ami jelentősen lassítaná a projekt megvalósítását. Ma 17 órától online lakossági fórumot is tartottak Pomázon a témában. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön is sokfelé párás, ködös lehet a reggel, néhol gyenge szitálás is előfordulhat. Előre láthatóan észak-keleten számíthatunk tartósabban párás, ködös körzetekre. Nyugaton, észak-nyugaton megélénkülhet a délies szél. Délután 13-19 fok valószínű, a tartósan párás, ködös tájakon 10 fok alatt maradhat a maximum hőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Ezen a héten ünnepli 15. születésnapját a Pest megyei kutatómentőszolgálat. Várja a lakosok észrevételeit a költségvetés tervezettel kapcsolatban a városvezetés március 1-jéig. Lakossági konzultációra hívja a budakalásziakat az önkormányzat a Patakpart általános iskola közlekedésével kapcsolatban. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb csütörtökön este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!